Sziasztok, folytassuk a kirakós kalandpályákat, lássuk, miket küldhetek még be. Nem tudom, hány rész lesz ebben a videóban, majd kiderül 4 vagy 5, attól függ, hogy mennyire hosszúak. Na, de nem is húzom az időt, kezdjünk bele. Nem tudom, kinek a pályája, sajnos nem írta oda az e-mailbe, remélem itt ki fog derülni, de az a címe, hogy Csabusa repülője. Lássuk, már van nem egy kommalok meg egy gomb, remélem direkt. Jó, érdekes kezdőszoba. Uha. Jó, történetszabályok, első küldi, és csak ha kész vagy, kész vagyok. Történet. Azt mondja, repkedtél a repcsiddel és lezuhantál. Hát ez jól kezdődik. 3 piros csiga megcsinálta a repülődet, és biztonságba helyezték. Miután lezuhantál, itt ébredtél fel, mert a gép elvitt téged, aki most töltőn van. Szabályok. Azt mondja, ne válts játékmódot és nehézséget, kövesd az utasítást. Mi az utasítás? Első küldi, keresd meg az admirálist. Vajon miért? Elteleportált. És barrier van, nem nagyon tudok bármerre mozogni. Hold. Az a nap. Itt van az admirális. Hú, de jól nézel ki. Azt mondja, nem erre vannak a piros csigák, de miért keresem a piros csigákat? Jó, akkor menjünk erre. Itt már nincsen barrier. Ha akarsz, néz körül, csigák. Ők lettek a csigák. Piros csigák, menj mögöttünk, menj a mögöttünk lévő kapuba, de előbb rakd a ládába számszer íjat. Hát jó. De most fura, most bármerre mehetek. Igen, itt a számszerű. Easter egg. Hát nem mehetek bármerre, itt is van barrier. Jó, mindegy, kövessük a történetet. Itt a számszerű. Ezek a csigák szivatnak. Na. De hát beraktam. Le is húzta a rendszer. Na. De hát ott, ez csak egy fal, nincs is ott semmi. Hát nem tudom, biztos nem megy a jelgenerátor. Hát... Hú, erre tudok menni. Erre megint nem. Hát akkor mászkálok, nem tudom. Mit csinálhatnék még? Hát igen, sajnos ott... Ez a kezdőszoba. Sajnos ez is olyannak tűnik, hogy csak egy játszóteret épített, ugye? És ez is egy easter egg. Az is egy elem, amit ugye előre raktam. Hát kár, ígéretesen indult. Azt hittem, hogy valami... összefüggőbb történet lesz, és jobban felhasználja az elemeket. És az se derült ki, hogy ki csinálta tényleg. A következő pályát megint csak nem tudom ki csinálta, és az a címe, hogy admirális csigái. Fú, eddig jól néz ki. Ő is egy ilyen nagy terepet csinált, de jobban berendezte, mint a korábbiak, akik ilyesmi stílust csináltak. Ó, most jöttem a helikopterrel. Egyébként állat. Fú. Eddig nagyon ígéretes. Ha elakadsz. Aha. Jó, ezt megtartom. Azt mondja, a sötét kéket nehéz így olvasni. Azt mondja, Jedi? Legyen Jedi. Szia, a pálya készítője vagyok. Történetes szabályok. Ó, szórakozást. Ja, itt van a jé. Az előző sorban. Ó, szórakozást. Oké. Nézzük a történetet akkor. Csabusa, mondom magamnak. Admirális elvesztette szeretett 4 piros csigáját. Csigáját. Segíts admirálisnak megkeresni őket. Oké. Okay. Játsszak békésen, beállítva, játsz Game Mode 2-ben, játsz. Játsz Game Mode 2-ben, játsz. Jó. Akkor keresünk csigákat.
Hát szerintem ezek nem a csigák lesznek, viszont van ládájuk. És itt van a számszerű. Látványos, de... De kezd megint olyan érzésre lenni, hogy megint itt is csak úgy el lesznek szólva az elemek, amiket csináltam. Tehát, hogy nem fűzte fel egy történetre. Igen. A régi házam vajon megvette valaki? Hát az én házam, akkor csak tudok róla, hogy megvette valaki. Nem sok bútorom van. Egy kerítés, meg egy gomb. Júj! Hát ez jó. Jaj. Egyébként hová tartok? Gondolom a gyémánt részhez. Meg miért vagyok itt? Jaj, ahogy tudtam. Hát jó, akkor végig is lejutottam, csak lehet, hogy lenne ott valami fontos. Akkor nézzünk szét erre. Ez vajon mi? Jó, ugródeszka. Ó, oh. Oké. Okay. De gondolom kéne valami kar. Ide is. Na hát. Jó, a százados. Valami van a fán, csak nem tudok felmászni. Hú, ilyen érdekes fa. Talán valamilyen szerszámmal szétfeszíthetném. Na, ez már érdekesebb. Meg kell találni tárgyakat és használni kell adott helyeken. Itt is gondolom kulcs kell. Ez vajon egy óriás tévé? Jó, úgy tűnik, hogy mindenhová kulcs kell, úgyhogy nem maradt más, mint... Haj, ne. Nem lehetem visszamenni abba a helikopterbe. Úristen, na most azt hittem, hogy le fogok esni. Hát igen, most úgy tűnik, hogy annyira béna vagyok, hogy nem tudok pár blokkokat átugrani, de igazából csak a műsor miatt csinálom. Tehát, hogyha nem menne a felvétel, akkor elsőre sikerülne. És tényleg van ott valami. Egy kar, és ez a vasra lerakandó kar. A biztonság kedvéért azért. Aha, és meg lehet nyomni többször. Hát akkor a biztonság kedvéért tényleg begyűjtök párat. Még egyszer fel nem jövök ide. Hát... És akkor négy csiga lesz ide bezárva. Egy. Csak ez nem nagyon piros. Ebben létre. Szószendőt kell lerakni, akkor ennél meg már meg van csinálva, csak egyszer lehessen kapni. Érdekes. Pont az a cél, hogy visszajössök a helikopterre. És ha ládáról ugrok, akkor megspórolhatok egy létrát. Jó. Eddig érdekes. Itt van Darth Vader. Nem erre vannak a piros csigák, az admirális. Csúlyosodét. Ó, oh, te láda. Tolvajkulcs, ez az. Hát akkor... Ne. Mi van, hogyha ez a számszerű íjjal kéne felfeszíteni, ki tudja? Illetve itt még van búza, ma esetleg. Egyre gyakrabban gondolok arra a könyvre, és nagyon jó ötlet volt, hogy megcsinálta. És tényleg a számszerű íjjal kell, hát behalok. Ha. És ez szívasra letehető. Akkor megyünk be az épületbe.
És ez pedig aranyra letehető. Jó, ennyi. Csak egy kulcs van itt. Aj, ne. És még egy létre. Kicsit jobban körül kell néznem. Aha, kimaradt egy kis vas. Haha. Hoppá, nyit van az ablak. Nem tudom, van-e jelentősége. Tulajdonképpen ezt a tolvajkulcsot még nem használtam sehol. Gomba kalapja alatt. Úgyhogy ezt tudom elképzelni, hogy ezt kéne valahová. Nem vettem észre ezt a gombot. Itt be tudok törni, hát ha van, amit valami effekt. Ó, és kaptam ugrást. Yeah! Haha! Hát, nem sem volt kiszúrni. Aha, és ide kell tolvajkulcs. És igen! Gyémánt. Nincs más? Nincs. Még kéne egy kulcs, és nincs ötletem. Szevasz! Hopp, ott egy láda. Most látom. Ho-ho-ho! Ennyi, csak kiszúrtam. Hát nem is tudom, már most is fölmászhatnék, ugye? És tényleg? Aha, na jó, megszeretem az utolsót is. Hát kalandos lesz. Így. És egy gomb endstone-ra. Aha, ez kell az óriás tévére. Elektromosság! Az ajtó kinyílt. Melyik ajtó? Cső, de gyönyörű vagy. És megvan az utolsó létre, zseniális segítség nélkül. Végszó. Ide benéz... És nem nézhetek be. Jaj, azt mondja Jedi, vagy Jedi. Köszönöm, hogy végigjátszottad a pályámat, történt befejezés. A csigák boldogan éltek otthonukban, amit a hátukon vittek. Ez jó jutalom. Minek az? Úgyis vége a pályának. Második rész, ajaj. Remélem lesz még ilyen kirapos kalandpálya, nekem nagyon tetszett. Nekem pedig ez a pálya tetszett. Egész jó volt. Tényleg, talán az egyik legjobb... Talán a legjobb. Azt nem mondom, hogy nagyon értettem ezeket a rejtvényeket. Oké, hát elrejtett tárgyak is megtaláltam, és... Szóval nem voltak túl racionális rejtvények, de volt valami. Tök jó volt. Ja. A következő pályát DJ Lens készítette, és az a címe, hogy a drognyomozó. Eddig nagyon érdekesen hangzik, mert ez is olyan nyomozgatós, rejtvényes lesz, mint az előző. Nagyon kíváncsi vagyok. És mellékelt egy zenét is, biztos aláfestő zenének a pályához. Hát lássuk, illetve halljuk. Kumbay 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 kumbay. Hát ezt szerintem ő se gondolta komolyan. Jó, ezt ne erőltessük, oké. Inkább nézzük a pályát. Üdvözlés. Jaj, piros gomb. És azt mondja, élvezd jól magad a pályámon. Igen. Remélem jól fogom magam élvezni. DJ Lens készítette, szabályok történet. Adott a sorrend. Azt mondja, ne törj és ne rakd le semmilyen blokkot. Játsz kalandmódban, békés nehézségi szinten, ládákból cuccokat szabadon elvihetem, oké, történet. Te csabusa vagy, nem mondod, aki egy átlagos lakásban él, egy lakóparkban. A hírekben hallottad, hogy egy új kábítószer, a vörös csiga jelent meg. Ez a drog nagyon veszélyes. Azután lefeküdtél aludni. 12 órával később felébredtél az ágyadban, mint minden reggel, és elindultál, hogy szívj egy kis friss levegőt. Meg vörös csigát. Kezdés. Jó, hát itt vagyok. Felébredtem 12 órával később.
Érdekes, érdekesen néz ki. Lakópark. Ez a lépcsőház. Az is szép nézek a házamban. Minden ajtót nyitva hagyok. Igen, itt lakom, ez a lakásom, ez a kis szoba, itt szoktam lenni, ide szoktam ülni és nézem a falat. Nézzük, mi van a tévében. Semmi. Jó, hát akkor keresünk egy kis vörös csigát. Nem lehet bemenni. Megnéztem volna a szomszédokat. Könyvtár. Szia, rendőr bácsi. Rendőr, jaj, szaladnak a szavak. Hű, a rendőr is elszaladt. Azt mondja, jó reggelt, Csabusa. Jó reggelt, biztos úr. Tudomásunkra jutott, hogy a nemrégiben elterjedt kábítószer, a vörös csiga. Igen. Nos, ezt a kábítószert információnk szerint ezen a környéken állítják elő. Ó, hát én nem tudok semmit. És én hogy jövök a képbe? Nos, meg szeretném magát kérni, hogy nyomozgasson egy kicsit ez ügyben. És komolyan? Magára nem gyanakodnának. Rendben van, segítek. Köszönöm, biztát. Szólj, ha találtál valamit, én a könyvtárban leszek. Az előbb nem magázott? De hát egyébként is fura volt az a rendőr, így megkerestek egy véletlenszerű embert, hogy na, te leszel a nyomozó. Ó, könyvtár. Kezdhetem a könyvtárban a nyomozást. Ide rakd a vörös csigát. Jó. Hát akkor nyomás nyomozni. Szépen körbe van falazva, hogy hagyják el a lakóparkot. És itt is vagy. Itt ez a számszerű, ez még hasznodra válhat. Oké. Itt nem lehet nyomozni. Ott egy kopci. Tudti, hogy ő állítja elő. Biztos vagyok benne. Akár le is csukhatod? Nem erre vannak a piroskák. Admirális! Jaj. Egy ember. Józsi, hello! Kis szökőkút. Hát ez érdekes, összenőtt fák. Érdekes alakja van. Na, ássuk ki van itt. Egy csalma... Ez nem is malac. Ez egy kisgyerek, de... hogy néz ki? Szép nagyon napot, kisasszony, kisasszon. Jaj már. Önnek is. Tud valami a vörös csiga nevű kábítószerről? Nem, de az egyik ismerősöm a közeli tégla épületben dolgozik. Az ő munkatársai sokat járnak bulizni. Ő biztos hallott arról a vörös csigáról. Rendben, köszönöm szépen, viszlát. Viszlát. Aha. Jó, akkor itt kezdjük. A közeli tégla épület. Az. Na, ide a piros csigákat. Vagy vörös csigákat. Mi ez a vas? Jó. Iroda. Szia. Jó napot. Jaj, mennek a szövegek. Egy kicsit feleslegesnek tartom így meganimálni. Úgy sincs ideje az embernek elolvasni, amíg így ugrál. Ilyen mennyi lett ez, másodperc, fél másodpercenként? Akkor már kirakhatna egyszer az egészet. Szóval, jó napot. Tud valamit a vörös csiga nevű kábítószerről? Igen. A munkatársaim sokat beszéltek róla. Láttam, hogy a mellettem lévő ládában üveget pakolnak. Meg akartam nézni, hogy mi van benne, de zárva van. A kulcs valószínűleg az épületben van. Ha megtudnánk, hogy mi van a ládában, azt talán segítene. Rendben, köszönöm, viszlát. Oho, itt van a láda. Elektromosság. Ez jó. Megpróbálom a számszeréjel felfeszíteni. Hát akkor nézzünk körül. Hát, ha a WC-be hagyták a kulcsot. Oké. És lemehetek a... Hú, de mennyi ez a WC? Na hát... Itt meg egy másik vasra letehető. Vagy most, hogy kimásztam a WC-ből, akkor kezdem a vassal.
És magasugrást kapta. Érdekes, érdekes. Bár nem hiszem magam nyomozónak, de érdekes rejtvények vannak. Egy rakásveresség, aha. Hát akkor ezt most elkobzom. Hú, milyen effekteket ad? Lelassulsz, szédülsz, megvakulsz, elgyengülsz, meg haldokolsz. Meg gyors is leszel, nem, lassú is leszel tőle. Jaj, nem mondod. Azokon kéne ugrálni. De én neki ütközök a plafonnak. Hát nem tudom, ezt meg lehetett csinálni. Remélem csak egy easter egg, mert ezen... biztos vagyok, hogy nem fogok tudni végigmenni. Végül is nem vészes, csak nem tetszik. Mit kaptam? Kefirt, meg egy baltát, amivel táblát tudok törni. Meg táblát tudok lerakni Emeraldra. Visszajöttem a rendőrhöz, ide kell rakni a vörös csigát. Hát biztos úgy csak egyet találtam. Esküszöm. Érzem azt a dohos szagot az üvegben, ami megcsapta az orromat, mikor beléptem az épületben. Gyorsan fésüld át a házat, itt kell lenniük. Oké. De mi ez a kefír? Ez az egyik hozzávaló, vagy mi? Ho-ho-ho-ho! Mindenki a földre, rendőrség! Júj! Körül akartam nézni. Most sem mindegy. Jaj, ne! Számszerű van nála! Megadjuk magunkat. Há, most végre megvagytok. És vége. Köszönöm, hogy végigvitted a pályámat. Remélem, jól élvezted magadat. Igen, egyébként egész jó. Nem volt meg a nyomozós feeling, azért valahogy nem. Mert talán azért, mert nem kellett gondolkodni. Na, vagy mit tudom én. Szerintem ezek a tárgyak meg valami easter egg-ek lesznek, valahol föl lehet használni. Sajnos nem jöttem rá, hogy hol. A következő pálya, illetve az utolsó pálya, úgy döntöttem, 4 lesz egy videóban. Ha jól számoltam, remélem jól számoltam, akkor pont úgy jön ki, hogy minden videóban 4. Tehát akkor pont úgy fogy el. Na, szóval, hogy 4-gyel osztható. Azt akartam mondani. Na, az utolsó pályát, a mai utolsó pályát nem tudom, kikészítettem, nem írt nevet, és hát nem nevezte, hát nem adott neki nevet, úgyhogy egyenlőre kirakós pálya. Egy kicsit tartok tőle, de bizakodok. Lássuk. Egy pontnek nyom meg. Elsőnek nyom. Jaj, aggódom. Na, megvan, kikészítette. Bercike 26. Szia, ez a pálya nevű pálya. Remélem tetszeni fog. Oké, ötletes. Júj. Érdekes. És akkor most megnyomjam, hogy kinyissam. Kell Minecraft. XD. Feladat, találd meg a piros csikát. Jó. Hát akkor vadászunk csikára. Júj, kreatívba vagyok. Hát most már így maradok. Ez kettős pont D. Ja, értem, kettős pont D, persze. Hanem erre. Ez így, hanem. Ha erre rányomok, akkor azt mondja, hogy nem erre vannak a piros csigák is. Ő az admirális. Ráléptem az egyik lábujjára. Hát akkor menjünk tovább, ott oldaljuk. Piros csiga, 2/1. Itt a számszerű. Dobjam ide a számszerűjét. Ja, és le kell lőni szegény tökit. Ja, szegény töki. Ne lőd az orrom! De hát az nyitja az ajtót. Jó, hát az előzőekhez képest egy jóval egyszerűbb pálya, de egyébként vannak benne jó poénok.
szerver hangulatom van. Fú, mennyit kocsikáztam én a felvétel alatt. Vagy várjál, vagy három? Szóval az enyek, hogy órákat kocsikáztam, mire végértem. Na, egy kis kvíz. Yeah! Még sport. Foci, tenisz. Mi az, hogy még? Melyik? Régiesen? Mindkettő. Középre menjek. Még. Adventure. Survivor. Hát én most kreatívban vagyok, úgyhogy megint csak nem tudok választani. Eddig tetszik a pálya? Javítsd meg a képet, aztán húzd meg a kart. Ha le kell valahova rakni egy restont, hát de simán menni fog kreatívan. Ugrálj fel, elektromosság! Ezt a hülyeséget. Mármint, hogy állját, hogy kitaláltam ezt az elektromosságot. És pirosig a 2x2. Dobva a pirosigák egy-egy darabját. Igen, választhatnék akár sajátot is, de jó, dobjuk be. Köszönöm, hogy végigvitted. Na jó, teljesség kedvéért bedobom másikat is. Köszönöm, hogy végigvitted a mapot. Remélem tetszett, további jó videózás, Csabus a mapot készítette, Bercige 26. Jó, hát akkor ez volt a következő 4 kirakós pálya. Most már voltak kifejezetten jók is, szóval... Szóval, yeah! Örülök, hogy azért vannak, akik kreatívkodtak. A kézikönyv óvjon.